秀带雨春我谁也看不起，人们都只看到。Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a CIVIL Rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat, Szilágyi Zsolt vagyok. Kína a reform és nyitás politikájának 1978-as bevezetése óta páratlan átalakuláson ment keresztül, melynek hatásait ma már nap mint nap érezzük a világ gazdasági, politikai és kulturális életében. Bár a legtöbb szó általában a kínai gazdasági pozíciók megerősödéséről, és a részben ebből fakadó egyre határozottabb nemzetközi politikai szerepvállalásról szól, nem szabad elfelejtenünk, hogy az ország átalakulása mögött az oktatás korábban nem látott mértékű fejlődése is áll. A mindenkori kínai kormányok itthon nehezen felfogható nagyságú összegeket fordítottak az oktatási rendszer fejlesztésére, kínai diákok tömegei tanultak és tanulnak a világ legjobb egyetemein, és ma már az is természetes, ha a magyar felsőoktatási intézményekben találkozunk velük. A fejlesztéseknek köszönhetően Kína napjainkra a világ egyik innovációs központjává is vált. A kínai kultúra iránt óriási az érdeklődés, és ennek köszönhetően immár a kínai felsőoktatási intézményekben is egyre növekszik a külföldi hallgatók száma. A kínai egyetemek kiléptek a nemzetközi porondra, aminek jó példája, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem és a Fudan Egyetem épp a napokban kötött szerződést közös képzés indításáról. De vajon milyen a kínai felsőoktatás? Milyen a kínai egyetem közelről? Hogyan fogadnak egy határokon túlról érkező hallgatót? Szerkesztőtársammal, Günzberger Dórával ezekről kérdezzük majd mai vendégünket, Klassz Katalint, aki saját bőrén tapasztalta meg, milyen külföldi egyetemistának lenni Kínában. Szia Kata, üdvözlünk a műsorban, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást. Muszáj azzal kezdenünk, hogy hogy kerülsz Kínába. Mindenkitől azt szoktuk kérdezni, hogy hogy kerül arra a területre, ahonnan éppen, vagy amiről éppen beszélgetünk velünk. Nyilván egy egyetemistával kapcsolatban adódik a kérdés, hogy vajon miért a kínait, miért pont a kínait választotta, miért a kínai kultúra iránt érdeklődik. Igen, most hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy te vagy az első, aki ezt megkérdezi. Én jogra készültem, és nagyon határozottan a gimnázium évek alatt abba az irányba próbáltam indulni, míg nem családi hatásra, lebeszélések hatására a jelentkezési határidő előtt egy héttel úgy döntöttem, hogy sok minden leszek, de jogász nem. És onnantól kezdve nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni, de annyira nem volt sok idő. Relatív könnyen tanulok nyelveket, és szeretem a nyelveket, úgyhogy az édesapám megkérdezte, hogy miért nem tanulok kínait, amire én rábólintottam, és csak a kínai szakot jelöltem be, és kerültem így az ELTE kínai szakára. Akkor ez kvázi egy véletlen, ezek szerint? Vagy egy teljes véletlen, de egy olyan véletlen, aminek azóta, vagy amit egyáltalán nem bánok, sőt, aminek azóta minden percért hálás vagyok. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon sok minden jót kaptam tőle, a sok problémával együtt természetesen, de az is vele járója. Nyilván ezek kikerülhetetlen dolgok, hogy az ember néha problémákkal szembesül. Ugye itt mindenféle elhangzott már 8 éves kori olvasmányérvényektől elkezdve mindenféle dolgok. Az még nem, hogy egy perc alatt döntünk arról, hogy éppen ezt a területet választjuk, de ezek szerint hát akkor ez egy jó választás volt, és hát reméljük, hogy ez így el is kísér majd az életedben. Azt mondtad, hogy az ELTE, nyilván ez Magyarországon elég kézenfekvő, hogy az ELTE-re megy az ember, hogyha kínait tanul. Most már persze nem, mert hát most már a Pázmányon is lehet kínait tanulni, és aztán egyre több helyen, és most már nem csak egyetemen, hanem akár középiskolában is. Pontosan. Úgyhogy van ennek most már alapja, hogy az ember erre a pályára készüljön. De az, hogy Magyarországon egyetemre jár az ember, az egy dolog. Az más dolog, hogy kikerül erre a területre, és ott is elkezd tanulni, vagy folytatja a tanulmányait. Hogyan lehet ez? Pár szóban meséld el, mert talán erről kevesen tudnak, és ha esetleg valaki a pályaválasztáson gondolkodik, érdemes tudnia, hogy lehet tovább menni egy magyarországi egyetemi oktatásból. Hát amennyiben egyetemi képzésről beszélünk, többféle ösztöndíj létezik. Állami ösztöndíj, kínai állami ösztöndíj és Konfuciusz ösztöndíj. A legkézenfekvőbb ezek közül a Konfuciusz ösztöndíj, amit gyakorlatilag bárki, aki a szakon hallgató megpályázhat, illetve még csak talán nem is feltétele, hogy szakos hallgató legyen, hanem megfelelő nyelvi kvalifikációjának kell lenni.
meg nem mondom most fejből a különböző ösztöndíjaknak, mert többféle ösztöndíj van Konfúciuszon belül is, van egyéves, van féléves, van mesterképzésre szóló különböző feltételekkel. Az alapvető feltétele az, az amit mondtam, a nyelvi, az megfelelő nyelvi szint, talán HSK 3, ami ez a HSK, ez a kínai nyelvvizsga megfelelője, illetve ez egy kínai rendszerű nyelvvizsga kínaira, és 6 szintje van, és azt hiszem talán 2-essel vagy 3-assal már lehet jelentkezni. Tehát kvázi ilyen középfokú nyelvi tudással azért el lehet menni egyetemre. Választhat az ember, hogy merre szeretne menni? Szakterületet választhat az ember például, vagy itt elsősorban az a cél, hogy kínaiul jól megtanuljon? Szakterületet nem tud választani, olyan módon nem tud, hogy mindegyik nyelvi irányultságú, tehát a féléves képzés is, illetve az egyéves is gyakorlatilag egy nyelvi program. Én először ezzel voltam kint 3 évvel ezelőtt Kínában, és akkor gyakorlatilag kint is nyelvórákra jár az ember, illetve olyan módon nyelvi program, hogy természetesen, mivel egy marha messzi kultúráról beszélünk, amilyenktől rendkívül, illetve gyakorlatilag bármi másik európaitól rendkívül eltérőtől, ők kulturális órákat is biztosítanak, úgyhogy gyakorlatilag ez egy ilyen kinti kínai szak, és szakterületet olyan módon nem lehet ezekben választani, hogy hát engem mondjuk a kínai gyógyászat, hagyományos orvoslás érdekel, vagy testnevelő tanár szeretnék lenni, de a kínai egyetemen szeretném végezni, ez ilyen módon ebben az ösztöndíjban nem opció. De lehet mesterképzésre is jelentkezni, ami szintén nyelvi irányultságú, ez egy nyelvi és tanárképző egyben. Akkor ez nagyjából olyan, mintha a bolonyai rendszer mondjuk BA-ját elvégezni az ember Magyarországon, és akkor elmész, és akkor 2 évig, vagy nem tudom, hogy hány évig, 2 vagy 3 évig tanulsz mondjuk egy ilyen MA szintű képzést. Pontosan, ez kifejezetten a Konfúciusz ösztöndíjra igaz. Valóban 2 év, illetve annyiból különleges, hogy ez a kínai nyelvi és tanári képzés, ez 2 év nekünk külföldieknek, de ugyanúgy van ez a képzés a kínaiaknak is, nekik egyel több, ők 3 évig végzik. Hogy kevesebb. Egyetemet választhatsz, vagy azt is előre? Egyetemet választhat az illető, a jelentkező, és 90%-ban oda is sorolják be, amit választott. Ugyanúgy, mint itthon a jelentkezésnél lehet rangsort állítani, és akkor azt hiszem, hogy talán 2 helyet lehet megjelölni, és rendszerint az első helyre beszokott kerülni a jelentkező. Előfordul, hogy nem, és akkor ajánlanak másikat. Érted, amit vagy elfogad, vagy azt mondja, hogy nem jön, akkor köszöni szépen. És te melyik egyetemet választottad, és miért pont azt? Én 2-szer jártam mind a 2-szer Konfúciusz ösztöndíjjal Kínában. Először 3 évvel ezelőtt egy Xiamen nevű városban, ami lent található egészen délen, a szárazföldi területen, Tajvannal szemben gyakorlatilag. Hogy annak idején miért azt, annak egyszerű a magyarázata, nem szerettem volna nagyvárosban menni. Persze most azt mondom, hogy kisváros Xiamen, azért 4 milliót kell elképzelni lakoshoz hozzá, de pont ezért gondoltam azt, hogy hát Budapesthez képest, amikor az ember először kimegy, akkor lehet, hogy nem egy Shanghai méretű városba szeretne hirtelen belecsöppenni, bár utólag azt is elmondtam, hogy az is egy izgalmas dolog. Úgyhogy először is azért, mert ez egy kisváros volt, tengerparti város, és ezt a várost mondták annak idején a legjobb levegőjű városnak, ami a levegő minőségét jelenti Kínában, és azért ott ez nem annyira utolsó szempont. Igen, ez egy nagyon sarkalatos pont, azért erről millió helyről lehet mindenféle információt hallani. Nyilván egy ilyen 4 milliós kisvárosra beszélni, ez is elég furcsa. Másodszor merre felé érte? Másodszor pedig az említett Shanghaiban, ott én most kint végzem a mesterképzést, szintén a korábban említett ösztöndíj keretében, és ez pedig Shanghaiban van. Erre majd visszatérünk, mert ugye azt most így, azt tudjuk, hogy te itt azért jöttél Magyarországra többek között, hogy tanári gyakorlatot folytass, erről majd azért beszélsz nekünk egy kicsit többet, de igazából tényleg az volt a bevezető végén talán, hogy hát arról is szeretnénk beszélgetni veled, hogy milyen ez az egész így magyar egyetemistaként Kínában, és milyen az, amikor az ember, jó, nyilván nyelvtudással érkezel, nyilván egy
bizonyos kulturális képzettséggel, vagy a kínai kultúrára vonatkozó képzettséggel együtt érkezel. Ugye mi büszkék vagyunk arra, hogy a magyar orientalisztikai szakokon általában ugye nem csak nyelvtudást adnak, hanem azért nagyon fontos az, hogy az adott terület, ország, régió kultúrájával is megismertessék a tisztelt hallgatókat, megismertessük a tisztelt hallgatókat, ugye egy kicsit hazabeszéljek. De azért mégiscsak alapvetően más. Tehát amikor leszáll az ember a repülőről, és ott csak kínaiakat lát maga körül, akkor az egy ilyen kulturális sok. Nem. Vagy mennyire az? különös módon igen, sokan mondják, hogy kulturális sok. Nekem soha nem volt ilyen jellegű. Vagy soha. Tehát a két alkalomból, amikor hosszabb időt töltöttem ki, egyik alkalommal sem volt kulturális sok. De az egészen biztos, hogy teljesen más. Tehát az érzés is teljesen más. Hát nem is tudom, annyiban mind a kettő képzés, amin én most veszek részt, vagy korábban részt veszek, az hasonló, hogy milyen módon engedik közel a külföldi hallgatókat a kínai hallgatókhoz, akár lakhatási szempontból, akár osztályokba sorolás szempontjából. Tehát ugye az, hogy milyen a külföldi egyetemista élete Kínában, az több szemponthoz köthető magához, az iskolához, meg a nem iskolai tevékenységekhez. Hát nyilván mind a kettő nagyon érdekes, tehát hogy milyen az iskola, hogy működik, ez nagyon fontos, és aztán majd persze váltsunk néhány szót arról is, hogy mi az, amikor nem iskolába jár az ember, mert nyilván az az igazi Kína, tehát amikor ezzel így meg lehet ismerkedni. Ez egy fontos dolog, amit itt említettél, hogy vajon mennyire engedik közel a kínai egyetemistákhoz a külföldieket. Azért ez nem lenne egy evidencia, hogy ez a kérdés felvetődik. Igen, hát azért is gondoltam, hogy ez egy jó kiinduló pont az oktatással kapcsolatban, mert gyakorlatilag amennyiben az ember nyelvi képzésen vesz részt, nem sokat találkozik kínai egyetemistával, ha csak nem a kampuszon összefut biciklizés közben, mert ezek tudni kell, hogy iszonyatos méretű kampuszok, tehát biciklikkel közlekednek legtöbbször rajtuk. Sőt, van, aki autóval, a gyorsabb gyaloglók azok bevállalják, hogy őnekik bicikli sem kell. Úgyhogy, ha csak egy ilyen kantinig való átsétálás során nem találkozik az ember kínai egyetemistával, és nem keresi kifejezetten a társaságát, akkor azért nehéz kapcsolatot létesíteni velük. A nyelvi órák, vagy ez a fél éves, egy éves ösztöndíj, amiről most beszélek, keretében külön vannak elszállásolva, az azt jelenti, hogy külön épületblokkokat kapnak. Ez jellemzően egyébként a jobbik szálláshelyet jelenti, tehát a kínaiakhoz képest magasan jobb fajta kollégiumokat kapnak a külföldi hallgatók. Már csak olyan szempontból is, hogy egy kínai kollégiumban akár öten is, vagy hatan is laknak egy szobában, míg a külföldiek esetében maximum 3, de inkább 2. A nagyon-nagyon-nagyon jó, vagy erre valamit adó egyetemek között pedig még az is előfordul, hogy esetleg egy személyes szobákat kapnak, de ezek már egész apartmanok. Úgyhogy ilyen módon lakhatással például nem kerül össze az ember, nincs olyan, hogy kínai szobatársa van, és akkor legalább a hétköznapi élet dolgait mondjuk kínaiul beszéli meg, vagy egy kínai szemével is meglátja az aznapi történteket. Ilyen nincs. És ugyanúgy a nyelvi órákra sem együtt járnak, hiszen a kínaiaknak ezekre a nyelvi órákra, meg kulturális ismeretekre már egyetemi szinten nincsen szükségük. És ezek is ugye külön épületrészekben vannak, mert egy-egy ilyen egyetemnek ugyanúgy megvannak a tanszékei, és akkor egy-egy tanszék akár külön épületben van, hiába egy területen, de ez nem jelenti azt, hogy egy külföldi, meg egy kínai hallgató össze tud találkozni. Olyan módon vannak alkalmas lehetőségek, hogy szervez az egyetem úgynevezett kínai sarkokat, meg angol sarkokat, és akkor kvázi nyelvgyakorlás céljából lehet összeülni, és akkor oda jönnek kínai hallgatók, külföldi hallgatók, és akkor tudnak beszélgetni különböző érdekes témákról. Az a képzés, amin pedig most veszek részt, az egy olyan szak, amint már mondtam is, hogy kínaiak számára is létező képzés, meg a külföldiek számára is létező képzés, ez hogyan képezünk kínai nyelvtanárokat címet viselhetni, és
és tulajdonképpen így egy osztályt alkotunk mi a kínaiakkal. Jelentős azonban a külön lévő óráknak a száma, tehát nagyon kevés a közös óránk, azok ilyen nagyon általános ismereti tárgyak, de a mélyebb tartalmakat, azokat külön tanítják. Ugyanazok a tanárok, két szomszédos terembe, de külön. Mondjuk ez nem feltétlenül hátrány, mert nyilvánvalóan bármennyire is jól beszél az ember, azért nem beszél úgy, mint egy anyanyelvi beszélő, illetve hogyha a két, tehát a külföldi és a kínai osztályt összeraknák, akkor azért az már egy közel 80 fős osztályt jelentene, amivel nem biztos olyan egyszerű megfelelő mértékű előrelépést tenni. Úgyhogy érdekes módon van összeállítva, hogy együtt is van, meg nincs is együtt gyakorlatilag. Lakni szintén nem lakunk együtt, de azért mondjuk sokat több lehetőség van beszélgetésre, találkozásra. Érdekes módon egyébként az órarendünk is másképp van összerakva. Nekik sokkal inkább a tanári része, a pedagógiai részre koncentrál a tananyaguk, és nekünk pedig sokkal inkább a nyelvi háttérismeretekre, még egyszer átvéve különböző nyelvtani szerkezetek hátterét, különböző logikai összefüggéseket, meg megpróbálják elmesélni, hogy egy kínai szemével hogy néz ki a maga a nyelv, és azt ők hogy oktatnák, úgyhogy inkább nekünk a nyelv felé orientálódtak.有一点点防备，也没有一丝顾虑。你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情不自已。可是你偏又这样，在我不知不觉中悄悄地消失，从我的世界里没有音讯剩下的只是回忆。你存在。 我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里，你存在。我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。 记得我们曾经肩并肩一起走过那段繁华巷口，尽管你我是陌生人，是过路人，但彼此还是感觉到了对方的一个眼神，一个心跳，一种意想不到的快乐，好像是一场梦境。 命中注定，你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。 Szerettem volna kérdezni vissza, amit a szünet alatt beszéltünk, és amit említette, ez nagyon megragadta a figyelmemet. Mennyire nyitottak és érdeklődőek a kínai diákok külföldiek iránt? Oda mennek hozzátok mondjuk beszélgetni, nyitnak felétek, elhívnak titeket programokra, vagy ez ilyen, így megvannak ezek a falak az órákon kívül is? Ez nagyon vegyes. Jellegzetes, hogy csak úgy érdeklődésből, egyébként ez nem csak diákokra igaz, de konkrétan a diákoknál is, hogy csak úgy érdeklődésből, vagy azért, mert szimpatikusnak talált az utcán, nem fog oda jönni, vagy nagyon kis esély van rá, és kicsi az a százalék, amelyik azért jön oda, hogy barátkozzon, és kapcsolatot építsen. Mindig van valami másodlagos szándék, ez általában az angol nyelvnek a gyakorlása. És a tanárok? A tanárok rendkívül távolságtartóak ebből a szempontból, tehát ők nem próbálnak meg, hát tanárdiák kapcsolat, ez most hülye hangzik, tanárdiák kapcsolatnál többet létrehozni, tehát ők nem érdeklődnek
egy tanórán túli kulturális ismerettségen például nem kifejezetten szeretnének mondjuk együtt leülni, vacsorázni. Ilyen szempontból azért érezhető az a fajta távolságtartás, amit innen így elgondol az ember, hogy egy ilyen hagyományos társadalom, vagy egy olyan társadalom, ami ugye a kínai sokkal jobban figyel ezeknek a kulturális hagyományára, hogy valahogy a társadalmi hierarchia jobban érződik egy a hétköznapokban, és nyilván egy ilyen tanárdiák viszonyban ez azért visszaköszön. Igen, ez abszolút így van, főleg az idősebb korosztálynál, nekem mondjuk többnyire, vagy túlnyomó részt idősebbek a tanáraim az egyetemen, középkor és fölfele, és minél feljebb megyünk egyébként, annál inkább érezhető. Egyrészt, ez egy kicsit furcsa hangzik, de egyrészt az, hogy magát nagyon-nagyon fontosnak tartja. Tehát az a fajta sérthetetlenség, hogy ötlet meg gondolat sem igazán fér meg mondjuk a diák részéről, tehát hogyha volna valami hozzáfűzni valója az órához, akkor meghallgatja, de mindig lesz rá valami olyan válasza, amiért az biztos, hogy nem volt jó, vagy biztos, hogy nem passzol bele, vagy annyira nem. Vagy egyszerűen csak hárít, és azt, mint hogyha megbántotta volna a diák azzal, hogy volt valami hozzáfűzni valója, vagy gondolata, egy ilyen védekezésbe kezd, és mondja, hogy hát ő nagyon sok időt fordított az anyag összeállítására, és mondjuk ezzel pont nem találkozott. Úgyhogy minden folyamodunk. A tanár tekintélyét nem lehet kétségbe vonni semmilyen formában. Ez nem is áll szándékában senkinek. Tehát nem rossz indulatú megjegyzésre gondolok, amikor erről beszélek, hanem akár csak egy észrevételre, vagy egy máshol tanult másfajta megközelítésre. Igen, de nyilván ez mondjuk egy európai, vagy egy magyar egyetemen, egy magyar tanára szemben ez valószínűleg megengedhető. Nem mondom, hogy mindenkivel, de általában azt gondolom, hogy ez így belefér az oktatásban. Most ezzelhez képest Kínában valószínűleg ezek szerint nem. Tehát ott azért ezekre a tanult mintákra nagyon oda kell figyelni ahhoz, hogy az ember így jól érezhesse magát az egyetemen. Igen, igen. Tehát kevéssé alakul ki egyfajta párbeszéd a diákság és a tanár között. Ugyanaz a reakció a külföldiek felé is? Tehát ha például egy külföldi diák kérdez az óra után, vagy tesz hozzá, tesz megjegyzést az óra anyagához, ugyanúgy reagál a tanár, mint hogyha egy kínai diák teszi ugyanezt? A különbség ott kezdődik, hogy a kínai diák nem kifejezetten kérdez, és nem tesz igazán megjegyzést. Valószínűleg ő tisztában van ezzel a sérthetetlenséggel, vagy jobb, hogyha nem. Illetve lehet, hogy csak eszébe se jut, tulajdonképpen ez is benne lehet, mert hogy így van nevelve. Úgyhogy ez, amit az előbb is említettem, ez inkább arról szól, hogy a külföldi kérdez, és látszik rajtuk, hogy tisztában van vele, hogy ez nálunk szokás, vagy előfordul, és nem rossz indulattal kezeli, de látszik, hogy, amint mondom, hogy nem igazán tudja kezelni. Tehát próbálja csillapítani, de nem annyira. És ilyen tekintetben éreztél bármi különbséget mondjuk egy kisváros és Shanghai egyetemek között, amelyik ugye nyilván az egyik legnagyobb kulturális olvasztótége Kínában, és ugye a modern Kína jelképe Shanghai, vagy az egyik jelképe Shanghai. Mármint a tanárok, diákok hát például, igen, tehát hogy kicsit más a hangulat-e, van-e valamilyen, tehát közelebb áll egy mondjuk esetleg a mi általunk ismert mintákhoz, vagy az érethető, vagy pedig ott ugyanolyan zárt és meghatározott ez az egész. Nem éreztem, az oktatás részen nem éreztem különbséget a kettő között. És mi van akkor, amikor kilép az ember az egyetemre? Ugye ez még egy nagyon fontos kérdés. Hát amikor kilép az ember az egyetemről, az kisvárosban és Shanghaiban teljesen más, az emberi reakciókat tekintve is. Tehát ahogy mondtam, hogy a kínai diák az valamilyen motivációval keresi meg az embert, de hogy különös barátságok csak úgy nem szövődnek. És miért mondtam azt, hogy ez nem csak a kínai diákokra igaz, vagy hogy ez a különböző reakció, mert hogy nem csak a kínai diákokra igaz. A kínai ember is olyan, hogy az én tapasztalatom szerint, és ez inkább a kisvárosra jellemző, kétféleképpen reagál a külföldire, és mondjuk ebben nem szerepel másodlagos vagy hátsó szándék, de az egyik az rendkívül barátságos,
és nagyon nyitott, és minden érdekli, és azonnal bájcseveg. A másik pedig rendkívül elzárkózó, és egyáltalán nem érdeklődik, kifejezetten haragszik, hogy te mit keresel ott, és inkább ne is beszélgessünk. De ez valamilyen, hát nem tudom, nem tudjuk meg persze, hogy vajon miért gondol, miért haragszik rád, de hogy a külföldiekkel szemben való ellenállás lehet ez? Tehát gondolsz, hát valahol biztos benne van, igen, hogy miért jön ide hirtelen ennyi külföldi, elveszi előlünk a jó lehetőségeket, vagy tehát ilyenekre tudok gondolni. Nem, az én tapasztalatom szerint kevés az, ami a kettő között van, és van egy egészséges távolságtartás, de azért barátságos, ilyet nem nagyon tapasztaltam. Vagy nagyon örül, vagy pedig nagyon elzárkózik. És milyen arány van jelen ez a két reakció? Nekem inkább az első az, ami több volt, tehát nagyon tehát, hogy pozitív sok, igen, nagyon sok olyan kínaival találkoztam, akivel mind a mai napig, akár az első, tehát a 3, vagy most már lehet 4 évvel ezelőtti kintlétem alatt ismerkedtem meg, és mind a mai napig megvan velük a kapcsolat. Jó és rendszeres kapcsolat, tehát hogy nekem inkább az elsőből van több tapasztalatom, de volt negatív is, most mondjuk egy különös történet se jut eszembe. De... És ebben ilyen életkori különbségeket érzel? Tehát mondjuk nyilván te a saját generációdat találkozol többet, meg gyakrabban, és akkor gondolom, hogy esetleg onnan több pozitív ilyen tapasztalásod van, mint mondjuk az idősebbek közül, akik még nem fiatalkorúban, még nem láttak ennyi külföldit az országban. Igen, hát nekem valóban, tehát ezek a megmaradt kapcsolatok, ezek ilyen 20-as, 30-as éveikben járó ismerősök, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy, és ez lehet egyébként egy egyéni tapasztalat, és lehet, hogy nem általánosítható, hogy nekem az idősebb korosztályjal is ez volt a tapasztalatom, hogy volt, aki nagyon szeretettel fogadott, és menjek hozzá vacsorázni, meg természetesen nem feltétlenül úgy, hogy nem ismertem senki mást a családjából, lehet, hogy az unokát ismertem, és ezért aztán barátságosan fogadott, de volt olyan is, aki nem kifejezetten. De egy buszon is egyébként az idősek is. Van, amelyik kedvesen rámosolyog a másikra, mármint, hogy mint külföldire, úgy értem, meg van, amelyik összeráncolja a szemöldökét is elfordult. Tehát szerintem ez mindenütt így van a világ már melyik pontján. Tehát... Igen, úgyhogy... És hogyan állnak azokhoz a külföldiekhez, akik nem beszélik a nyelvüket? A fiatalok, nekik ez egyáltalán nem probléma, tehát ők megpróbálnak velük angolul kommunikálni, és azért mondjuk, ha Shanghai-t vesztük, mint nagyvárost, akkor ez azért nem egy probléma. Tehát ott nem jellemző az, hogy nem tud az ember angollal elboldogulni. Ha a fiatalabb generációt nézzük, ha már az idősebbet, akár csak középkorúakat, akkor onnantól kezdve halott ügy az egész, és egy külföldi és egy kínai igen nehezen fogja megérteni egymást. Én ebbe egyébként bele se gondoltam, érdekes a kérdés. Nekem az édesapám és a nagybátyám jártak kint az elmúlt évben, amíg én is kint voltam, és nem kifejezetten hozzám jöttek, de mi is találkoztunk, és amikor tudtam, nyilván segítettem. És amikor Shanghai-ba értek, akkor én hát megadtam nekik az útvonalat, hogy hogyan jutnak el a szállásukig, amiről valamilyen módon kiderült, hogy rossz volt, tehát amit én megtaláltam, az nem úgy volt, és természetesen nem tudtuk elérni egymást, és utána ők mesélték el, ők, mint akik nem beszélnek kínaiul, hogy bizony Shanghai-ban is, ha az ember nem beszél kínaiul, akkor az egy 2-3 órás kaland, amíg megtalálja az egyébként 40 percre levő helyet a metró megálló és a szállás közötti távolságot bejárja, úgyhogy hát igen, tehát abban az esetben ez igen halott ügy. Hiába vannak egyébként feliratok, akár latin betűkkel. Ezt én egyébként magam is nehezen tudom átérezni, mert hogy én belülről látom a dolgokat, és eszembe se jutna, hogy egy 40 perces utat lehet, hogy csak 3 óra alatt lehet megtenni. Jó, nyilván a pozitív élményeidhez hozzájárul az, hogy te ragyogóan beszéled a nyelvet. Tehát ilyen értelemben otthon vagy, most már akár hol mész Kínában tulajdonképpen. Én egyébként tényleg mindenhol otthon érzem magam Kínában. Gyakorlatilag ahol eddig jártam, ott tényleg van is
megmaradt kapcsolatom, tehát tényleg akár emberszinten is mondhatom, hogy otthon érzem magam, meg tényleg én nagyon szeretek kínaiul beszélni, kínaiakkal beszélni. Úgy mennyi időd mondani? Volt utazni az egyetem mellett? Az első alkalommal elég sok, most nem. Most, illetve utazni utaztam, de mindig ugyanarra a helyre. Az elmúlt évben én egy másik kisvárosban, ami szintén egyébként üti a 3-4 milliót, tanítottam gyerekeket, ilyen 10-12 éveseket angolra, egy kedves ismerősnek a kérésére utaztam, mert minden alkalommal ez azt jelenti, hogy Sánkhájtól 4 óra vonatútra levő kisváros, és akkor én hétvégente oda jártam, így aztán a hétvégén igencsak kiestek, úgyhogy az első alkalommal pedig, aminek most már igen 3-4 éve, akkor pedig akkor volt elég sok időm rá, úgyhogy akkor amerre tudtam a Kínában, elmentem. Voltam Szijánban, az a gyakhadseregnél ez gondolom gyakorlatilag kötelezők közé tartozik. Természetesen Pekingben, a Nagyfalnál, tehát ezek, sőt, az, ha jól emlékszem, akkor a 22. születésnapomat a Nagyfalon ünnepeltem, és nagyon hideg volt, mert én téli gyerek vagyok. Úgyhogy a kötelezőket mindenképpen letudtam Hongkongot, de átmentünk Makaóra, akkor volt egy nagyon jó társaság, többnyire külföldi hallgatókból állt, egyetlen egy kínai barátunk volt, aki hozzánk csapódott, és így utaztunk. Oh, honey, 我脑海里全都是你, 无法抗拒的心机, 难以呼吸, tonight, 是否又要错过一个夜晚, 是否还谣言是最后的期待, oh, tonight, beszéltünk arról korábban, hogy te most már nyelvtanárnak tanulsz kint. És még azt is mondtad, hogy nagyon szereted a Kínát, és hogy nagyon otthon érzed magad, stb. Látsz-e lehetőséget arra Kínában tanuló egyetemistaként, hogyha az ember ott elvégez egy egyetemet, akkor esetleg ott maradhat például? A Konfúciusz intézetekről azért sokat szoktunk beszélni, tudjuk, hogy ez a kínai szoftver, ennek egy ilyen nagyon fontos eleme, hogy ugye a kínai kultúrát, meg a kínai nyelvet vigyék. Tehát ha ők elvisznek téged, és ott megtanítanak jó kínai nyelvtanárnak, akkor nyilván azt fogják elvárni, hogy te kínai taníts a nem kínaiaknak. De én arra gondoltam elsősorban, hogy ha már ott végeznek külföldiek kínai egyetemeken, akkor maradnak-e, vagy maradhatnak-e? Ugye Magyarországon rengetegen tanultak külföldiek, akik itt maradtak. Hát vannak, és ez most kifejezetten Sanghajra jelentősen igaz, nemzetközi iskolák, mondjuk középiskolák, akik keresnek tanárokat, mondjuk ők is elsősorban ugye nem kínai nyelvoktatókat, mert az helyben is akad anyanyelvi, de mondjuk angol vagy egyéb tárgyak oktatására. Tehát van rá lehetőség, hogy az ember külföldiként akár oktatási területen is kint maradjon. De hát nyilván mondjuk ezek véges lehetőségek. Illetve régebben jellemző volt, hogy, és megint csak kifejezetten az angol, mert érdekes módon a kínaiaknak ebben nagy lemaradásuk van a nemzetközi nyelv elsajátításában.
hogy gyakorlatilag bárki ki tudott menni akármilyen végzettséggel, diplomával, és akár középiskolában, akár egyetemen angol tanárként elhelyezkedni. Ma attól függően, hogy melyik városról beszélünk, ez még mindig így van, talán annyiból szűkült, hogy legalább tanári végzettségnek kell lennie, és nem kell konkrétan angol szakosnak, de legyen tanár végzettsége, és akkor tud ilyen módon kint maradni, szintén középiskola, egyetem is szóba jöhet. De olyan nagyvárosban, mint Shanghai, ez mondjuk azért nem akkora probléma, és ott kevésbé van. Tehát ott akkor szakos tanárokat keresnek a megfelelő helyre megfelelőeket, úgyhogy így oktatás területén mondjuk ott szűkebb a keresztmetszet. Hát mindenféle tekintetben szerintem egyre nagyobb verseny van Kínában, én azt gondolom. Tehát mondjuk, hogy tényleg 10-15 évvel ezelőtt egy külföldi, egy európai vagy egy amerikai megérkezett, és azt mondta, hogy én külföldi vagyok, tudok valamit, azt szívesen mondom, akkor azt szívesen fogadták. Ma meg már ők válogatnak, azért ez teljesen egyértelmű. Milyen, beszéljünk egy kicsit tényleg az oktatáson kívüli dolgokról, hogy milyen egyetemistaként, vagy fiatal külföldiként Kínában mozogni, milyenek a kortársaid, hogy látod őket? Tehát nyilván tudjuk, hogy nagyon modern a társadalom, és nagyon sok a fiatal, rengeteget használnak, mindenféle kütyüket mondjuk így, és ők, náluk ez az internetes kultúra, ez teljesen hétköznap és átlagos, mint ahogy persze Magyarországon is már ennek a korosztálynak. De azért azt is tudjuk, hogy mondjuk ők nem Facebookoznak, hanem saját Facebook-szerű applikációik vannak, hogy érzel valamilyen különbséget, vagy átjárhatóságot a kettő között? Mennyire figyelnek külföldre? Ez változó, ez egyébként abszolút emberfüggő. Van, akit nagyon-nagyon érdekel, és igyekszik külföldi hírekhez is hozzájutni, meg van, akit egyáltalán nem érdekel, és teljesen jól el van az otthoni környezetében. Rendkívül érdekes, hogy az, amit mondasz, hogy itt nálunk is jelen van a telefonvilága, meg az internet, illetve ennek a kettőnek a kombinációja. Ez igaz, de gyakorlatilag Kínában azt tudom mondani, hogy ennek a nem is tudom hányszorosra, tehát ez a köbön, meg még az is a köbön gyakorlatilag. Tehát ha nincs telefonja az embernek, és ezt nekem mind a két alkalommal sikerült megtapasztalnom, gyakorlatilag ahogy megérkeztem, tönkrement mindkét alkalommal a telefonom. Ha nincs telefonja az embernek, az olyan, mintha nem létezne. Tehát azon keresztül megy, ez az említett kínai verziója a Facebooknak, ezt WeChatnek nevezzük tulajdonképpen, és ez gyakorlatilag egy Facebook Messenger, Instagram együtt. Igen, de mobil fizetés és mindenféle más, tehát ez így egy van, óriási biznisz igazából. Ezen, de ezt először csak ezzel kapcsolatban, még a fizetés előtt azt akartam, hogy minden ezen keresztül megy, tehát gyakorlatilag az iskolában a tananyagot ezen küldik át, a PPT-ket ezen küldik át, amikor munkáról van szó, nekem a munkámnak a 90%-a ezen keresztül, dokumentációk ezen keresztül mentek át, akkor a hangüzenetektől nál az ember nem tud megszabadulni, mert azt is lehet rajtuk hallgatni, úgyhogy gyakorlatilag nem tudok olyat mondani az életnek olyan területét, amiben ez ne szőtte volna be magát, és meg lehetne lenni. És ide jön a fizetés is, kétféle jelentős programot használnak a kínaiak, az egyik, mármint a fizetésre, az egyik ez a WeChat, a másik az Alipay, és egyszerűen hozzákötik elektronikusan a bankkártyájukat, és semmit nem kell, hogy magával vigyen az ember. Ez a leg, hát nem is tudom, hogy kényelmesebb, vagy hátborzongatóbb, vagy mind a kettő egyszerre. Nálam van a telefonom, és gyakorlatilag nálam van mindenem. Tehát oda megyek, előveszem, nekem is van a telefonomon kódom, azt be tudja szkennelni, ugyanúgy kell elképzelni, mint amikor az ember a boltban vásárol, és a kódját a terméknek becsippantja a pénztárost, hogy ugyanúgy a végén egyszerűen csak lecsippantja az én telefonomnak a kódját is, és már le is vette a kártyámról a pénzt. Hát ez egy ilyen a QR kódot meg, ugye? Ez még csak nem is QR kód, a QR kóddal is lehet, a másik az, hogy gyakorlatilag a legszegényebb zöldségesnél is tud az ember ezzel fizetni, tehát ott lép elő a QR kódos verzió, vagy én tudom ugyanezen a programon keresztül beszkennelni az ő QR kódját, akkor nekem felköszön a
fizetés előlap, és bepötyögöm az összeget, és beírom a kódomat, és kész. Vagy pedig ő tudja leolvasni az én QR kódomat, és akkor a másik irányból indul a folyamat. Tehát igen, van a rendes kód, meg a QR kód. Tehát így lehet 40 perces utat két órá, vagy három órát letudni, hogyha az embernek még egy telefonja sincs, ami esetleg el tudom olvasni. És az idősebbeknek is van. Tehát ők is beletanulnak ebbe a kütyű világba. Hihetetlen módon az idősek is tartják ezzel a tempóval a versenyt, vagy nem is tudom, mi a jó megfogalmazás. Mondom, ez Shanghai jelentős mértékben. Tehát azt nem tudom megmondani, hogy kisvárosban is. De azért ez hozzátartozik, ugye itt elhangzott a két legnagyobb konkurensnek a neve is, ugye a két fizetési, az egymással szemben álló cégeknek a neve is. Igazából azért ez egy tendencia szerintem Kínában, hogy a készpénz használatot visszaszorítsák. Most már túl vannak azon, hogy a bankkártyát használják, mert most már ezeket az internetes fizetési, vagy elektronikus fizetési lehetőséget használják. Tehát valahogy ez az egész összejön. Szerintem. Tehát egyrészt a társadalom ebben az irányban megy, de van, ahogy valahogy felülről is egy ilyen nyomás ezzel kapcsolatban. Hogy... Abszolút, és ez működik is olyannyira, hogy pont hát néhány hónappal ezelőtt volt egy olyan tapasztalatom, hogy kedves kínai ismerős kért, hogy hát már nem is tudom, hogy miért, de valamiért ideadta nekem a bankkártyáját, valamire megkért, és elég sokáig nálam maradt, és már szerettem volna visszaadni neki. És másik városban élt, úgyhogy elég nehezen tudtunk összetalálkozni, és nem is neki, hanem aztán a férjének sikerült visszaadni, és a szemem láttára betette a fal zsebébe a bankkártyáját, és mondtam, hogy te ne hülyéskedj, hát ki fog esni onnan, hát akkor én meg itt őrizgettem most már egy hónapon keresztül. Rám néz, és azt mondja, hogy ja, hát az nem baj, hát ez a bankkártya, ez nem számít. Mert ez már nem számít. Ezek a telefon. Ezek, ha a telefon lett volna, igen, akkor lehet egy kicsit jobban aggódik. És ezt a fajta modernizációt, ezt érzed a hétköznapi kommunikáció más területein is érezhető ez bárhol máshogy? Persze, nem, tehát nem csak fizetésre alkalmas applikációik vannak, hanem például taxiba sem száll be rendszeresen úgy az ember, hogy leinti. 3 évvel ezelőtt még ez volt a menő, hogy ki tud hamarabb odaszaladni a taxihoz. Most már nem int le senki semmit, hanem szintén többféle. Sőt, egyébként ezek az applikációk össze is fonódnak, és akkor az egyik applikáción belül el tudod érni a másiknak a funkcióját, és akkor ezeknek az egyike például, hogy taxit tudsz fogni. És akkor nem kiszaladsz az útra, hanem megadod a hely koordinátáidat, megadod a végcél koordinátáit, és rányomod, hogy rendelés, és akkor ki fogja hozni, hogy nem tudom, 2 perc múlva közeledben 3 kilométerre van egy taxi, 5 perc múlva itt van, mindent kiír, minden adatot, megírja a rendszámát, hogy milyenre vársz éppen, milyen színű, milyen márkájú, és akkor még föl is hív téged a sofőr, amikor a közelben van, és Te vagy a te, igen, jó, maga, és köszönöm szépen, és akkor ide megyek. És akkor gyakorlatilag ennyi volt a taxihívás, és marha gyorsan működik, nagyon praktikus 0-24-ben. De ugyanúgy van ilyen program például biciklibérlésre, közösségi biciklizésre, tehát ahogy ez itthon is megvan, csak annyiból különbözik, hogy a biciklin van a zár, tehát gyakorlatilag bárhol le tudja tenni az ember. Használja ezt a kis applikációját, applikációval beolvassa a biciklin levő QR kódot, QR kód beolvasáskor kap egy zárszámot, vagy egy számsort, amit a zárba bepötyög, és kinyílik a zár a biciklin. Elmegy szépen két sarokkal odébb leteszi, bezárja a biciklizárat, és ennyi volt a használat. És akkor ennek is minimális díja van egyébként, tehát így. Igen, de nyilván azért ezek kínaiul futnak ezek az applikációk, ezt kell tudni kínaiul, és ahogy mondjuk sokat beszélünk arról, hogy a hétköznapi ilyen személyes kommunikáció egyre szűkebb. Elmarad abszolút. Ott még el lehetne mutogatni, de hogyha az ember már csak a telefonjától függ, és a telefonja, ha megvan a telefonja, akkor létezik, ha nincs meg, akkor nem létezik, akkor gyakorlatilag, ha nem tud kínaiul, és nem tud ebben a rendszerben működni, akkor elveszett. Teljes mértékben. Egyébként elkezdtek szintén kínai fejlesztésű ilyen fordító programokat csinálni. Van egy, szintén most a édesapám és nagybátyám példáján keresztül ismerkedtem meg vele, ugyanis amikor
hát ezen a 3 órás úton túljutottak, akkor nagy nehezen a recepciós nővel próbáltak valamit megbeszélni, kisebb-nagyobb sikerrel, és ott a recepciós hölgy, vagy fiatalember, már nem tudom, mutatta nekik, már nem emlékszem, a fordító programra egy színes papagáj volt, hogy milyen fantasztikus kínai fejlesztés, és akkor azzal szórakoztak, hogy angolul, nagybátyám angolul rámondta, az kiírta kínaiul, a kínai recepciós hölgy, vagy fiatalember megnézte, akkor az rámondta kínaiul, az lefordította, és akkor az megnézte angolul, és ez volt a beszélgetésük, mondom, kisebb-nagyobb sikerekkel, tehát azért ez nem teljes mértékű sikert jelent, de mondjuk az ember talán alapvető dolgokat még meg tud oldani. Akkor ezek szerint azért az még mindig elmondható, hogy mondjuk évről évre változik ez az egész millió. Hihetetlenül. Tehát nekem az első kirándulásomhoz képest ez a második, ez hát annak idején még például ez a WeChat Pay, vagy az Alipay, ez külföldiek számára nem volt elérhető. A taxis rendszer, amit szintén az előbb említettem, abszolút nem volt külföldieknek alkalmas a telefonjára, tehát letölthetted, csak kellett a személyigazolványod, ami nyilván nincsen, útlevéllel nem működik, stb. Ez például most már abszolút gondmentesen működik. Tehát minden, hihetetlen gyorsan és rugalmasan változnak. Mi helyzet a vidékkel? Vidékről teljesen friss információim nincsenek. Korábbról van, és hihetetlen a kontraszt, tehát ez a palota és a bedöltetejű ház megfér egymás mellett kategóriába esik. Én jártam olyan helyen 3 vagy 4 évvel ezelőtt, ahol én voltam az első külföldi. És ott valóban úgy néztek az emberre, egy kedves ismerőssel mentem az ő új évüket a családnál ünnepelni, és hazavitt, szomszédoknak is megmutatott, egyrészt az egész kis falunak megmutatott, és volt egy néni, aki sose fogom elfelejteni, rám nézett, de úgy nagyon alaposan megnézett, és azt mondta nekem, hogy na hát, kisasszony, maga tényleg úgy néz ki, mint az emberek a tévében. Tehát tényleg nem látott még korábban, és hát nem volt evidencia, hogy az, amit a tévében lát az ember, az mindig úgy van. Úgyhogy neki ez egy abszolút sok volt. Hát igen, mondjuk ez azért meglepő, tehát mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, ha egy ilyen történetet hallunk, akkor kevésbé lepődünk meg azon, mint hogyha mondjuk 2016 vagy 15 körül. Igen, hozzáteszem, ez tényleg egy nagyon-nagyon pici hely volt, tehát a pici helynek a pici kihelyezett része. Jó, de úgy nézett ki, mint az emberek a tévében, tehát mondjuk tévét már nézett a néni. Ezt akartam mondani, igen, hogy az is kiderül, hogy tévé van, tehát igen. Áram is van. Igen, igen, igen. Tehát nem, ez is rendkívül érdekes, hogy gyakorlatilag bedől a teteje a háznak, mondom úgy, hogy mellette ott áll a kacsalábon forgó palota, de amikre az ember nem feltétlenül mondaná, hogy alapvető eszközök, azok adott esetben meg lehetnek. Tehát például a tévé, valószínűleg az ember kibírja a tévé nélkül, hogyha nincs a háztartásában, de mondjuk ezek jellemzően megvannak. De egy másik érdekes szintén erre a kontrasztra, egy másik kirándulás alkalmával, ez szintén nem a mostani alkalma, hanem néhány évvel ezelőttről, egy Wuyishan nevű hegyhez mentünk kirándulni, és egy ilyen diákszállóban laktunk a csoporttársaimmal együtt, amit egy fiatal ember vezetett, valószínűleg családi vállalkozás volt, vagy legalábbis úgy nézett ki, és megkérdezte tőlünk a srác, hogy mit szoktunk enni, mi a fő étkezésünk, és hát elkezdtük mesélni, hogy hát általában valami hús krumplival, vagy saláta, vagy ilyen általános dolgokat, és visszakérdeztünk, hogy és ti mit szoktatok enni? És akkor ránk nézett, teljes megdöbbenéssel, hogy ez milyen kérdés, azt mondta, hogy hát rizst. És akkor mi vártuk, hogy hát ugye mi is elmeséltük, hogy jó, hát persze nekik a rizsa a főétel, nem is ugye köretnek nevezik, hanem főételnek, hiszen egyébként nem véletlenül, mert pont a korábbi időszakból ugye a rizs, a szegénység miatt a rizs volt az, amiből bőven volt, és azzal lehet jól lakni.
ezért például ma egy magára valamit adó kínai rizst csak a legutolsó pillanatban rendel az étteremben, hogyha nagyon nem lakott jól. Na de mi vártuk, hogy hát jó, hát így persze rizst, főétel, meg mondjuk köretnek mondjuk, de mi teszik mellé? Hát mi is mondtuk, hogy krumpli, meg hús, meg ilyen, mit tudom én, disznóhús, meg csirkehús. Nem mondott semmit. És akkor megkérdezik, hogy jó, de hát és mit? Hát nem mit, hát rizst. Hát örülünk, hogyha van. Hát vagy mondjuk úgy, hogy van ilyen is, meg van olyan is. És nagyon nagy a különbség. A városban, Sankhájban mennyire tudnak bármit is Magyarországról? Hallottak már? Vagy teljesen egyben mossák a Európával? Ez is nagyon vegyes. Jellemző, hogy a földrajzi ismereteik nincsenek a csúcson, tehát nem biztos, hogy el tudják helyezni, de ez sem igaz természetesen mindenkire. Én találkoztam olyan kínaival is, Shanghai volt az illető, aki abszolút képben volt Magyarországgal kapcsolatban, most nem feltétlenül aktuál politikai dolgokra gondolok, de hogy mik vagyunk, kik vagyunk, hol vagyunk Európában, sőt, a hun legendákról, Attiláékról majd, hogy nem ő tartott nekem előadást. Megtalálkoztam olyannal is, aki megkérdezte, hogy akkor honnan vagyok, mondtam, hogy Magyarországról, és akkor azt mondta, hogy fú, hát ez nagyon jó, akkor én nagyon közel vagyok Angliához. Mondtam, hogy hát innen nézve tulajdonképpen egész közel vagyok. Ilyen. Jó, de hogy akkor az nagyon közel. Hát mondom, hát innen nézve nagyon közel van. Na jó, de akkor az relatív pillanatok alatt elérhető. Hát mondom, egy olyan 2-3 óra repülőút, igen, végül is közel van. Igen. Hát akkor az olyan, mint innen elmenni Pekingbe, az nagyon messze van. valahogy leesett a végére. Úgyhogy vegyes, hogy mit tudnak, és mit nem tudnak. És beszéltünk az előbb, vagy beszéltél az előbb erről a vidék és város kontrasztról. Mennyi vidéki diákkal találkozol az egyetemeken? Tehát, hogy lehet tapasztalni, hogy beköltöznek, sokan beköltöznek, és akkor ott... Vannak, és olyan ott maradnak, ez jó lenne tudni. Vannak, és egyébként pont ez egy friss élményem mondjuk, nem a mienségébe vagy a hátterébe nem tudnék belemenni, mert ezt magam sem látom át, hogy milyen módon vannak ők ösztöndíjjal, meg fizetésmódon bent az egyetemen, de egy lányról például konkrétan tudom, aki nekem most csoporttársam, vidéki lány. És a kontraszthoz, vagy ez a különbözőséghez passzol az ő története, hogy ugye a nagy ünnepekkor a jellemző, hogy a fiatalok, akik vagy városokban dolgoznak, vagy városokban tanulnak, ugye azok hazamennek a szülő kisvárosba, szülő faluba. És ez a lány tavaly, hát most már nem emlékszem, hogy az új évkor, vagy az őszközépünnepkor nem ment haza. És, de igen, bocsánat, az új évkor, mert akkor van egy rendkívül hosszú szünetük, és ő ezt az egész telet gyakorlatilag az egyetemen töltötte. És ott kérdeztük, nem is én, hanem egy csoporttársam, aki egyébként itthon is csoporttársam, egy másik magyar hallgató, ő kérdezte tőle, hogy nem mentél haza. És mondta, hogy hát, hogy ő nem tud. Mi az, hogy nem tudsz? Hát, hogy ő, és akkor elkezdtem mesélni, hogy ő neki, ez egy tök nagy dolog, hogy ő el tudott jönni az egyetemről, ennek nagyon örül, de hogy ő neki nem futja arra, hogy minden ünnepkor most akkor ő hazamenjen.
Úgyhogy van hallgató, nyilván nem mindegyikre igaz így, de ez mondjuk egy kirívó példa volt. Meg hát nyilván állami támogatásokkal behozzák őket az egyetemre nagy valószínűséggel. Így van, tehát nyilvánvalóan ösztöndíjként, meg különböző módon megtalálják a módját, hogy a kiemelkedőket támogassák. Így a beszélgetés végén még azt, hagyd kérdezzem meg, hogy hogy mennyi van neked még most ezzel, ebből hátra, most mi lesz akkor itt Magyarországon? Tanítasz, megcsinálod a tanítói gyakorlatot, ugye, tanítási gyakorlatot, és aztán utána mész vissza, nem? Így van, nekem most van egy fél év gyakorlatom, most kilencedikeseknek tanítok kínait, és hogyha ez a végéhez ér, ami hát december-január környéke, akkor még egy fél évre visszamegyek Shanghaiba, és befejezem az ottani tanárképző részét az egyetemnek. Szívesen maradnál kint? A fél év eltelte után is? Szívesen maradnék kint, tudnék kint élni néhány évig. Ennek mondjuk nem feltétlenül Kína az oka, hanem nekem ilyen hazahúzó szívem van. Úgyhogy nagyon szeretek kint lenni, és nagyon jó, és néhány évig el tudom képzelni a későbbiekben is, de hogy mondjuk az egész életemet kint éljem le, azt nem tudom elképzelni. Akkor ez a végszó talán. Köszönjük szépen Glasz Katalinnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Én is köszönöm. Önök az Orient Express, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Günzberger Dóra és Szilágyi Zsolt vezette. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait podcast formájában az interneten is elérhetik. A címünk expressorient.blog.hu. Emellett az Orient Express néven vagyunk a SoundCloud-on is, Facebookon pedig a Modern Kelet-Ázsia kutatócsoport oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket a viszontlátásra. Oh, 越过谎言去拥抱你，每当。